Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Amint a híradónkban már beszámoltunk róla, az elmúlt héten tartották Kápolnásnyéken a második velencei tavi turisztikai évadnyitót. Az évadnyitón jelen volt Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter is, aki átadta a velencei tóért díjat, amelyet ebben az esztendőben Balsai István vehetett át. Köszöntelek, gratulálok mindannyiunk nevében, azt hiszem, hogy ez egy rangos elismerés. Köszönöm szépen. Hát erről fogunk beszélgetni, de mielőtt megtennénk, hadd mutassam meg a nézőknek az oklevelet. Ez az oklevél, amely így szól. A velencei tóért díjat 2019-ben Balsai István kapta elismerésül a velencei tó térségének fejlesztéséért, gazdasági és kulturális felemelkedéséért végzett kitartó és eredményes munkájáért. Nos, hát ez lesz a témánk. Mielőtt azonban beszélgetnénk, kérem, hogy nézzük meg együtt Gulyás Gergely köszöntőjét a jeles eseményen. Emlékszem arra, hogy már a 90-es évek elején is Székesfehérváról mindenki beszélt, mint amely az átalakulás, a rendszerváltozást követő önkormányzati átalakulás időszakában az egyik legjobb példa és egyik legsikeresebb város volt. És az a stabilitás, amely a térséget is, de különösen a térség központjaként Székesfehérvárt a mai napig jellemzi, az nagy mértékben azoknak a rendkívül szilárd alapoknak köszönhető, amelyeket a város polgármesterű vezetésével a 90-es évek első időszakában, 1990-1998 letett. Úgyhogy szívből gratulálok a díjhoz, és gratulálok ahhoz, hogy polgármester úr ennyi idő után is a közéletben aktív személyiség, és ennyi idő után is Székesfehérvár díszpolgáraként az egyik közmegbecsülésnek örvendő személyisége a városnak, a megyének és egyébként az ország egészének is. Nos, tehát jó helyre került az elismerés, javítom magam, természetesen első alkalommal adták át ezt a díjat, és azt hiszem, hogy méltó helyre került. A miniszter úr úgy fogalmazott, hogy nagyon fontos annak a megítélése, hogy mi történt a múltban. És akkor egy kicsit ennek tükrében beszélgessünk, hogy Székesfehérvár, ugye tudjuk, hogy az utolsó tanácselnökként, első polgármesterként miként lehetett kitekinteni azokban a nehéz időkben, hiszen nehéz idők voltak, valljuk meg, gazdasági szempontból feltétlenül, a velencei tóra. Mert azt is tudjuk, hogy meglehetősen elhanyagolt terület volt, és nagyon sok mindent kellett tenni azért a hétköznapokon, hogy valóban ünnep lehessen a nyaralóknak és az ott élőknek. Hát a velencei tó az egy régebbi szellem, sokkal régebbi, hiszen általános iskolás koromban emlékszem arra, hogy kijártunk édesanyámmal nagyszemű, óriás szemű cseresznyét szedni. Ott sorsoltak, vagy eladtak fákat, és azt le lehetett szedni a termését. És utána lemehettem fürödni, majdnem a vasútig nádas Velence fürdő megállóhelynél álltunk meg. Emlékszem a gárdonyi részekre is, de ez volt az első igazán nagy élmény. Aztán ismerhettem Fejér Vilivel a tófelügyel, sokáig a tófelügyel egy padba ültünk, együtt is kosárlabdáztunk, jó barátok voltunk. Radeszky Jenő bácsi, bár nem az én osztályomat tanította, de szoros kapcsolatban voltam édesapámon keresztül is a Radeszky családdal, meg a Jenő bácsival. És hát a közutas koromban csöppentem bele igazán, hiszen ott a közlekedés az mindig kulcskérdés volt. A velencei tó környéki utak elég gyenge állapotban voltak, épült az autópálya is, és így a közúti igazgatóság révén kerültem kapcsolatba Singer Feri bácsival, Karászi Kálmán bácsival, aki a vízügyi igazgatóság főmérnöke volt, és a városszépítésért is rengeteget tett. Sokakkal találkoztam úgy, hogy a tó és a tó környezetének a, nem csak a fizikai állapotát, közlekedés, víz állapot, vízminőség, nádas, madárvilág ismerhette meg, hanem nagyapám és apám révén a kopárfásítást is megtanulhattam, és annak már az eredményét is látom. Mindig az érdekel, hogy mekkora időszakot és milyen embereket fogok át.
Én kosarlabdáztam nálam 60 évvel idősebbekkel is, és, bocsánat, 40 évvel idősebbekkel is, és talán egy 20-30 évvel fiatalabbakkal is, és mindig emlékezem ezekre. Ez a barátság, tudás, háló, ez a közösség, ez mindig meghatározó volt az életemben. És a Velencei tó egy ilyen terület. Mi volt a kulcskérdés a Velencei tó biztonságának, vízminőségének, élhetővé tételének? Hát először a megmaradása, hiszen az eutrofizáció, a tó elöregedése, egy sekély vízű közép-európai tónak a sorsa az mindig kritikus. Hiszen kiszáradt több alkalommal, és itt ebben a csodálatos gránit övezte, Velencei egység övezetében minden lehetőség megvolt arra, hogy kiszáradjon. Én emlékezem arra, amikor a tározókat építették, és emlékezem arra is, akkor már tanácselnök voltam, amikor majdnem kiszáradt, és ivóvízzel segítettük a Székesfehérvár városa is hozzájárult 1 millió forinttal, akkor ez komoly pénz volt, és másnap vagy harmadnap megeredt az eső. De emlékezem arra, amikor Springer Feri bácsi milyen csodálatos, érzékes kapcsolatrendszerrel építette, mentette meg a tó és környezetét. Egy olyan fogadást is emlékezem, amikor azt mondta, hogy Pistikém, mi nem azért jöttünk, hogy itt a jó szendvicseidet megegyük, hanem azért, hogy a tó környéki utak állapotáról beszéljünk, és most már induljon el a fejlesztés. Kiváló kapcsolatai voltak, hiszen Somogyi László, Váncsa Jenő nevét a régi időszakból, kormányból mindenki ismeri, akik segítették Feri bácsit. Számára is tragikus volt az átállás egy önkormányzati rendszerre, amikor nem fölülről vezérelt módon, hanem helyben születtek források, lehetőségek, pénzek, de senki nem mert neki szólni, én pláne nem, hogy Feri bácsi már nem az megy, hogy a minisztériumban kiharcolunk valami pénzt, és az itteniekre meg ráöltetjük. Megértette, segítettük ebbe. Sokszor az alapítványon keresztül is próbáltunk úgy segíteni neki, hogy az új önkormányzati rendszerbe beilleszkedjen, és ne érezze azt, hogy egy más világ indul. Az önkormányzati rendszer átalakítása mennyit segített ebben? Hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy az észak-dél ellen a ellentét az azért mindig megvolt. Emellett pedig a rendszer, tehát Gárdony várossá válása, Agárdal és Velencefürdő és Velence külön kapcsolata, az megint nagyon sokat jelentett. Létrehozott ő egy Velencei tó fejlesztési alapítványt, majd ha jól emlékszem, Gubica Tibor barátommal együtt a parlamentben a kiemelt térségek kategóriába emeltük be a tavat. Ez sorsdöntő volt, hiszen így már tudott forrásért folyamodni, és azt a trükköt is bevetettük, hogy ne csak Fejér megyei települések legyenek benne, akkor még benn volt Fehérvár külső is, a területek, hanem Komárom-Esztergom megyeiek is, azért, hogy nem mondhassák azt, hogy ott van a megyénél a pénz, abból csináljatok, amit akartok, tudtok, hanem így a kiemelt térségek sorában, ilyen a Dunakanyar vagy a Balaton még akkor az volt, a Hortobágy, lehetett forrásokat biztosítani, mert az az időszak véget ért, amikor a kormány különböző forrásokat minisztériumokon keresztül juttatott. Döntő változást hozott az is, amikor a Országgyűlés Területfejlesztés Bizottságában többekkel együtt sikerült a Velencei tó és térségét, Velencei tó ma már Váli völgyel is kiegészül, sőt a Pannonia szíve átvette ezeket. Igen, a programszerű dolgokat. Erről fogunk beszélni, mert ez nagyon fontos. Igen. Vitatott az elnevezés, de büszke nekem vagyok tetszik arra, hogy mi használtuk először, az kiderült, hogy Pálfi Istvánnak van egy ilyen című könyve Bicske térségéről, de hát nem az a lényeg, hogy ki találta ki, hanem az, hogy nagyon jól viszi ezt a csodálatos Pannontáj szépségeit is. Igen, hát a Vértes kiemelt körzet, tehát meg a többi. Az a törekvés, hogy a Velencei tó vízgyűjtő területét egységesen kezeljük. Ne csak a tó,
ne csak a madárvilágban, szándékosan sarkítok, hiszen ezek európai vagy világi jelentőségű értékek, ne csak a vízminőség legyen, hanem komplex módon tervezzük, fejlesszük és őrizzük meg azokat az értékeket, amelyek a tó és környezetében van. Amikor még középiskolás voltam, majd később is a város fejlődésénél én megdöbbentem azon, hogy miért a sárrétet választja a város, Székesfehérvár, és miért abba az irányba fejleszt lakótelepet. Azért örülök ennek, mert így nem nyomta agyon Pákhoz Sukoró térségét, hanem abba az irányba indult el. De a város sokszor használta ezt a kifejezést, néha pejoratívan, néha pedig, hogy a Velencei tó város strandja. Mások pedig azt mondták, hogy a Fehérvár a Velencei tó külvárosa. Magyarán szoros együttműködésre törekedtünk mindig arra, hogy nem agyon nyomva a városnak, Székesfehérvárnak a Velencei tó, de legyen rá hatása közlekedésben, oktatásban, munkahelyek teremtésében. Aztán most pedig eljutottunk addig, a megyei önkormányzat vezetése, Volnár Krisztián elnök úr most az elnöke a Velencei tó vértes fejlesztési tanácsnak, hogy olyan programokat tudunk erre készíteni, amelyek egységesen kezelik a tó környékét. Ugye, ha visszatekintünk, akkor 5 különböző pozícióban segítetted ezt a munkát. Hát, tanácselnökként, polgármesterként, országgyűlési képviselőként, területpolitikáért felelős államtitkárként, illetve a Fejér megyei közgyűlés alelnökeként. Ez mind-mind kapcsolódott egymáshoz nyilvánvaló. Melyek voltak azon felül a legfontosabb fázisai ennek a munkának, amely erről már itt beszéltünk. Tehát először is kellett egy olyan vízgyűjtő terület, ugye a tározók megépítése, ami kiemelt jelentőséggel bírt. Amellett a közlekedést kellett rendbe tenni, nyilvánvaló, az úthálózat javítása az mindenkori cél volt. Harmadrészt viszont ugye Székesfehérvár mellett egyre inkább elfogadottá kellett, hogy váljon, mint üdülőkörzet is, hiszen bár a Balaton a magyar tenger, de azért a Velencei tó jelentősége is nőtt, hiszen Budapest közelsége, Székesfehérvár közelsége, ez eleve elrendelés volt. Igen, én nem szeretném az én jelentőséget, a személyem jelentőségét túl misztifikálni, mert nem is lenne helyes, meg igaz sem. Én egy olyan csapatnak vagyok a tagja, voltam is, meg vagyok is, meg szeretnék lenni, akik nem csak szeretik a Velencei tó és környékét, a Velencei tavat, hanem értő módon, szakmai módon meg is alapozzák. Most az a fő cél, hogy a kiemelt, országosan kiemelt turisztikai térségé váljon. Ebben egy előterjesztés is született, és az is örvendetes, hogy Tesszeni Zoltán országgyűlési képviselő kormánybiztosként, miniszterelnöki biztosként képviseli ezt az ügyet. Ez azt jelenti, hogy minden programnak, minden fejlesztésnek összhangban kell lenni az alapszélkitűzésekkel, ez pedig az, hogy a vízminőséget megőrizve meghatároztunk már egy olyan vízszintet is, amely mind a tó ökológiai állapotának, mind a biocenózisnak, az élővilágnak, mind pedig az üdülők forgalmának, az üdülők igényeinek is megfelel. Több korszaka volt a Velencei tónak, ez ma még meglátszik. Egyesek retro korszakról beszélnek, tehát amikor a szocializmus idején a Velencei tó a kispénzűek, a Budapesthez közeliek, a vonattal családostul megközelíthető üdülő tónak tartották. Ez mind igaz. Ez sok hátrányt eredményezett, amikor megépültek olyan apró telkek, nem kiemelve a tó szintjének a magasságából, de ezen túl vagyunk, és megindult olyan fejlesztés, amely igényes turizmusra is építhet. Itt szeretnék egy meglévő feszültséget áthidalni. Egyrészt van egy törekvés egy minőségi turizmusra, vendégvárásra, vendégfogadásra, a termálfürdő előnyeinek a hasznosítására, külföldieknek, a fizető vendégszolgálatnak az idevonzására. Másrészt van egy helyi lakossági igény is. Sokan abból élnek, hogy kétlaki életként
nyáron a fizető vendégszolgálatba beszállnak, és fogadnak vendégeket, és kiszolgálják. Itt azt látom, hogy a tavat nem szabad eltakarni tőlük, a tó megközelíthetőségét, a tó igénybevételét, a látványát mindig szem előtt kell tartanunk. Kezd nagyon beépülni a tó közvetlen partja, igen, csodálatos létesítményekkel, építményekkel, kezd néha túlzásba is a burkolt felületek részaránya, de most elindultunk, és sikerült megvédenünk a King City esetén is, nem a kaszinó ellen beszélek, bár hát sokszor úgy tűnt, meg ez is volt a valóság, hanem az ellen, hogy ráépüljen egy több száz ezer négyzetméternyi felület burkolás. Igen, a Sukorai partoldalról beszélünk. Kaszinó, színház, uszoda és így tovább, rá a tóra. Ez agyonnyomta volna. Ha ezt benn megépítik az erdőbe, vagy valahol, semmit nem tudtunk volna tenni ellene. Hanem a lényeg az, hogy a tónak van egy természetközeli állapotú része, a madárvárta, a fertő, a csodálatos nádas és világ, ez is jobb állapotba kell, hogy kerüljön, hiszen a nádas lepusztulóban van. Most elindultak ilyen munkálatok, és kiváló tudósok és szakemberek dolgoznak ezen. Másrészt a ifjúság, sport, rekreáció, szabadidőre is, ez a kemp és környéke, igen, amely 48-as történelmi emlékhe is, a sukorói csodálatos pákozdi háttérrel, és legyen lehetőség arra is, hogy az úgynevezett szórakoztató turizmus, a tó közeli szórakoztató turizmus, különböző zenekarok, mutatványosok és itt a fogadása. Igen, tehát fontos a kultúra. Ebben beszáll most az is, ami nem közeljövőben nyit, a TF, bocsánat, a Testnevelési Egyetem, az a rekreáció és a vízi sportok tanszékét karát ide helyezi. Ezzel fiatal emberekkel, szakemberekkel gazdagodunk, akik kisugárzást nyújtanak a tó és környezetére, újabb sport létesítmények épülnek, remélhetőleg az úszoda is közeljövőben majd elkészül. A lényeg azt tartanám, hogy azt az egységet, harmóniát, amit Springer Ferenc és sokan mások megkezdtek, azt a harmóniát próbáljuk meg egy magasabb szinten megismételni, fejleszteni, úgyhogy a tó annak az értékei ne károsodjanak. Ugye Gulyás Gergely úgy fogalmazott, hogy ez egy kihasználatlan aranybánya, és itt utalt azokra a fejlesztésekre, illetve a fenntartható fejlődés mentén az értékek megóvására, amiről itt beszéltünk, tehát az ökológiai rendszer, az úthálózat, a szállodaipar, a vendéglátás fejlesztése, a sport és a kultúra fejlesztése. Hogyan lehet ezt összhangba hozni, és hogyan lehet ehhez forrásokat találni? Hát most beindult egy 15 milliárdos forrás, megvalósítás. Sokan bírálták, hiszen itt olyan igényeket kell egyesíteni, ami rendkívül időigényes, precíz. Tavaszi, őszi, nyári időszakban is eltolt módon kell, hogy megvalósuljon. A horgászok, a fürdőzők, a csónak tulajdonosok, a pecások, és nyilván akik a vízisportok szerelmesei, ennek a tó fejlesztésének, sok esetben a rehabilitációjának kell, hogy az előnyeit élvezzék. Partfal rekonstrukció rövidebben és csúnyában. Ez azt jelenti, hogy sok helyen nem lehet megoldani a vízmérséget máshogy, mint egy épített betonfallal. Ez a tó számára nem előnyös. A fürdőzőknek se előnyös, de ezzel meg lehet őrizni azt a vízmennyiséget, pláne egy ilyen kiszáradásos időszakban, egy ilyen klímaváltásos időszakban, rendkívül fontos. De legyenek olyan részei ismételten a tónak, ahol képes megújulni, ahol a hordalékot, szemetet ki tudja a partra sodorni. Legyenek olyan helyek, ahol a ivadék nevelésre, a madarak költésére is alkalmas területek alakítanak ki, ezért a kikotrott iszapot olyan helyen kell elhelyezni, hogy az előnyére váljék,
és folyamatosan az erdőt, a körbe lévő erdőt is meg kell újítani, nem csak a szél, meg a szélerózió miatt is, hanem a versenysportok élvezhetősége érdekében is. Számtalan érdeket kell, tehát egyeztet. Nemrégiben voltam egy olyan fórumon, ahol számomra is meglepően nem az volt a kérdés, hogy hány milliárd, meg hova, mit. Én a csónakomat olyan távolságra szeretném kötni, hogy gyalogosan is elérjem. Én a pecabotot itt szeretném bedobni. Megismertem egy olyan kifejezést, ami a vendég móló. Tehát a mólóknak a kihelyezése, visszahelyezése volt a fő kérdés. Tökéletesen egyetértek. Ez a tó ugyan nem mindenkié, ezt a buta szlogent alkalmazták sokszor. Ez a tó azoké, akik szeretik, és akik értő módon használják, és a kincseit élvezik, és az unokáik számára átkívánják adni. Lehetőség szerint ezeket az érdekeket egyeztetni kell, és előre látni legalább 30 évre, hogy nehogy olyan hiba következzen be, ami visszafordíthatatlan. Ebben a kistérségi tanács, tehát a Velence-tavi, illetve a többiek, azt mondom, a baráti kör mennyit tud segíteni az önkormányzatok, illetve az önkormányzatok között van-e egyetértés, illetve miként kapcsolódik ezekhez a munkákhoz Székesfehérvár? Most úgy látom, hogy a tó környéki önkormányzatok egymással megbékéltek, nem riválisai egymásnak, időnként volt ilyen sajnálatos dolog az elosztható termálvíz mennyiségen, illetve hogy melyik létesítmény, közszolgáltatás hova kerüljön. Ha egy egységes tókörnyéki város nem is volt helyes gondolat, de mindenki fontosnak tartanám azt, hogy a rendezési terve, az üdülő körzet rendezési terve volt ilyen régebben, az egységes elvek alapján készüljön el. Egyesség szerint jó lenne, hogyha a rendeleti szabályozás is a zöld nyesedék elhelyezése, vagy a fűnyírás, vagy a utak karbantartása is egységes elvek alapján lenne, de én ezt nem szorgalmazom, a rendezési terveknek az összesítését viszont igen. Fehérvár szerepe itt meghatározó lehet, hiszen a polgármester úr a Modern Városok programban is vállalta azt, hogy a Velencei tó és Székesfehér kapcsolatában anyagilag is támogatja a kerékpáros turizmust. Jó lenne a volán, illetve hát a közösségi közlekedésnek a bekapcsolása. Nagyon nagyot léptünk előre a Budapest-Nagykanizsa vasútvonalnak a korszerűsítésével, így a Velencei tó környéke bekerült a budapesti, a Székesfehérvár elővárosi forgalomba, és csodálatos biztonsággal és kényelemmel utazhatunk. A törekvés az a tó környékén, hogy ne tavaszi, nyári, őszi szezon legyen, hanem egy folyamatos. Olyan, hogy kialakítani a kulturális életét, a város és a tó környéki településnek a szimbiózisát, hogy azokat a csodálatos színházi, azokat a csodálatos kulturális kiállításokat, szolgáltatásokat, amit Fehérvár produkál, azokat a tókörnyéki üdülők is, meg ott lakók is élvezhessék. Ebben kiemelkedő szerepe van a kulturális életnek és a tókörnyékén alkotó embereknek az összefogására. Elsimon László képviselő úrnak, aki a Velencei tó kistérségért alapítványnak a gondolatát felvetette és végigviszi, és ez egy jó forrásszerzőhely is. Lényegesnek tartom azt, hogy a Pannonia szíve program, ami egy nagyobb térséget ölel fel, ami egész egyek Vértes is, a Váli völgy is, sőt, kerékpárutakban átlép a Komárom-Esztergom megyébe, a vízfolyásokba, a tározóknak a kiépítésében. Ez a program, ez nyerje el az országosan kiemelt turisztikai térség kategóriáját. A TDM, a turisztikai destináció menedzsment, rengeteg pénzt kap. 6 vagy 7 ilyen országos jelentőségű destináció alakult ki, a Balatonról, Tiszatóról, a Dunakanyarról, legújabban
Tokaj és a Felső-Tisza vidékéről mindenki hallott. A termálfürdőkről, nyugat-magyarországi termálfürdőkről. Szeretnénk, ha a Pannónia szívet, tehát a Velencei tó vértes váli völgy, kiegészülve néhány ide kapcsolható Pest megyei településre együtt, ebbe a térségbe bekerülne, hiszen óriási lehetőség az a Budapest környéki agglomerációnak, annak a forgalomnak az egyek térségébe való bekapcsolása, lehetőleg közösségi közlekedéssel való kihozatala, visszavitele, ezért én nagyon lényegesnek tartom, hogy a Bicske Lovasberény Székesfehér vasútvonal valamilyen minőségben állítsuk helyre, hiszen ez 93 környékén szüntették meg, meggondolatlanul, és ma is működik Székesfehér és Lovasberény között a teherforgalom. Tehát egyszerű eszközökkel is lehetne ezeket javítani. A vízminőségben pedig fel kell készülni egy olyan szárazabb időszakra, amikor a vízminőségének a nagymértékű romlása nélkül meg lehet őrizni ezt a vízszintet és a benne rejlő értékeket. Nos, én azt gondolom, hogy így összefoglaltuk most, hogy mi mindenre van szükség, és én úgy gondolom, hogy a kiművelt emberfők összefogása segít is, hogy mindez megvalósuljon. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél bennünket, és még egyszer gratulálok. Nincs kétségem felőle, aki a Velencei tóért dolgozik, lesz dolga bőven. De hát ehhez kívánok jó egészséget. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm. Kedves nézőink, Balsa István volt a vendégünk, aki a Velencei tóért díj idei és első nyertese. Jó helyre került ez az elismerés. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót mindnyájuknak, viszontlátásra!